Ha már néztétek a videóimat, akkor tudjátok, hogy preferálom a gyors, friss recepteket, úgyhogy ma is egy ilyet fogok megmutatni nektek. Nagyon fontos számomra munka mellett az is, hogy a gyerekek friss ételt kapjanak, úgyhogy próbálom minimálisra szűkíteni az időt, a bevásárlói listát, illetve mindig egy nappal előre gondolkodni, hogy mit fogok főzni, hogy ne kapkodjak utána. Ez is egy rettentő gyors recept lesz, úgyhogy meg is mutatom. Kicsi olajat fogok rakni serpenyőbe. Egy kicsit előre dolgoztam, lereszeltem a gyömbért, illetve a narancshéjából kicsi héjat, és ezt pedig fogom és össze fogom keverni a kis tálkámban. Mennyei az illat, imádom a gyömbér illatát. Ehhez rakok egy kis olajat, hogy könnyebben kelhető legyen a húsi. A pulyka mellett sózom, borsozom. A pulyka melleket berakom a serpenyőbe. Az egyik oldalát megsütöm a pulyka mellnek, majd megfordítom, és ezzel a gyömbéres, narancsos, olajos fáccal pedig megkenem majd mindkét oldalát. Még akkor megkenem a másik oldalát is a pulyka mellnek. Megsütöttem mind a két oldalát a húsnak, úgyhogy őt kiveszem. A félbevágott pakcsolyt pedig ugyanabban a serpenyőben sütöm meg, mert még itt maradt a finom aromája a gyömbérnek és a narancsnak. A pakcsolyt csak addig sütöm, amíg meg nem kapja a szélét, egy kis aranybarna lesz, majd egy kis sót és borsot is rakok rá. A narancsot ketté vágom, ugyanis egy kis narancsot fogok még rá pacsarni. És pakcsó illata a narancssal egy kicsi gyömbérbeütéssel szenzációs. Szuper köretünk van, a bulgur. 10 percig főztem sós vízben, úgyhogy az már előre elkészült. Most pedig egy kis rozmaringot rakok bele. Szeretem, amikor a konyhát átjárja a narancs, a gyömbér, illetve a különböző zöld fűszerek friss illata. A bulgurt összekeverem a friss rozmaringgal. Tálaláskor a pakcsolyjal kezdek, ráhelyezem a fatárra, majd a pulyka mellett szeletekre vágom, ilyen másfél újnyi vastagságú szeletekre. Erre rakom a pulyka szeleteket. Jöhet mellé a bulgur. És még pár cseppet ebből a pácból rácsepegtetek. Én most retek csirával díszítem, de bármilyen csíra megfelel. Sajnálom, hogy nem érzitek ezt az incsiklandozó illatot. Nincs más hátra számotokra, mint hogy elkészítsétek ezt a szuper receptet. Jó étvágyat kívánok!